A Magyarország 365 fotópályázatra 5 természet, táj, építészet, portré és közösségi események, valamint street fotó kategóriában lehetett pályázni egyedi képekkel vagy sorozatokkal, bemutatva az ország természeti kincseit, tájait, építészetét és az itt élő közösségeket. A szakmai zsűri minden kategóriában 3 díjat osztott ki, valamint a zsűri külön díját. Az első évben rögtön 21 ezer kép jött be, ugye most az utolsó évben pedig már 44.555 kép jött be. Ez egy nagyon-nagyon nagy felelősség. Tehát ebből a kollekcióból most gondoljuk el, hogy tudunk összesen 16 képet díjazni. Ez nagyon-nagyon kevés. És senki nem gondolhatja komolyan, hogy 40-50 ezer képből 16 kép az, ami jó. Mint ahogy nem is így van, de hát a pályázat az ilyen. A focit meg gólra játsszák, tehát akit a zsűri úgy döntött, hogy díjazni kell, az díjazni kell, a többiek pedig örülhetnek annak, hogy bekerülnek egy könyvbe, kikerülnek egy kiállításra, fölkerülnek az online galériánkban. Tehát mi próbáljuk azokat az alkotókat és azokat a képeket is menedzselni, amelyek a díjazott képek mellett alatt vannak. Szándékosan nem mondom azt, hogy alatt, mert egyszerűen néha csak a szerencse dolga, hogy melyik kép nyert egy-egy zsűrizés folyamán, hiszen a díjazott képek mellett ugyanolyan értékű képek találhatók meg még. A korábbi 5-tagú zsűri idén 7-tagúvá bővült, és olyan neveket olvashatunk körükben, a teljesség igénye nélkül, mint Keleti Éva Kossuth díjas fotográfus, vagy Haris László fotóművész, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja. A pályázók 16 éves kortól 85 éves korig pályázhattak, az amatőr fotósoktól a profi fotográfusokig. Az az igazság, hogy ennek a pályázatnak az egyik legnagyobb boldogsága az, hogy 16 évtől 85 éves korú pályázókkal bírunk, és folyamatosan a meglepetések tömkelege ér bennünket. Olyan alkotók kerülnek elő, és olyan alkotások, amelyekről nem gondoltuk volna, hogy közöttünk élnek, vagy nem gondoltuk volna azt, hogy itt ebben az országban születnek. Természetesen ezek az alkotók önmaguktól is rendkívül erőteljesen menetelnek, nemzetközi pályázatokon egyre több díjat nyernek, de az elmúlt 6 évben tudnék 4-5 olyan fotográfust említeni, akik korábban alig voltak ismertek, most viszont nemzetközi szinten vannak. Azt nem mondom, hogy ez a mi érdemünk, de mi is segítettük őket ebben. A Váci Mihály Kulturális Központban a 60 legjobb kép lesz látható augusztus 26-áig.